Swiss Cup Europe utolsó versenyhétvégéjét a Hungaroringen rendezték. Ennek nem kisebb volt a tétje, mint a bajnoki címek megszerzése a különböző kategóriákban. Az első futamon az egyhatosok között a magyarok nem találtak legyőzőre. A junior kategóriában az egyre jobban teljesítő Bucsi Attila állt fel a dobogó tetejére. Rosszul rajtoltam, nagyon bealudtam, és másodpercekkel később rajtoltam a többieknek, úgyhogy egyből visszaestem szinte az utolsó helyig. De utána szerencsére a junioros versenyzőket, akikkel ugye a bajnokságért harcba vagyok, szerencsére sikerült leelőznöm, és onnantól egy biztonságosabb előnyt kiautóznom. És utána igazából a többi kategóriás versenyzővel igazából már csak hát így élvezetből csináltam a harcot. Lengyel Ádám idei pech sorozata még nem ért véget a Szlovákia ringen, ezúttal is a fékekkel akadt gondja, ám ez a végeredményt nem befolyásolta. Elő valakinek nem ment be sebességbe az autója, és akkor emiatt mentünk még egy felvezetőkört. Ez szerintem így megzavarhatta a többieket, mert egyszerűen olyat rajtoltam, hogy az 1-4-esekkel jöttem az első három körbe. És akkor így nagyjából a 4.-5. kör környékén elkezdtem érezni, hogy megy el az autóról a fék. Régi fékbetétek maradtak a kocsiba, és teljesen vasig lekoptak. És utána vasfékkel jöttem le gyakorlatilag, rátekertem a hátsó fékerőn az autóba, és így hátsó fékkel lejöttem a versenyen. Az volt a szerencsém tényleg, hogy egy elképesztően jó rajtot vettem, és sikerült egy nagyjából rögtön ilyen 8 másodperces előnyt az első három körbe kiautóznom. Ugye annak köszönhetően, hogy én nem voltam benne a hátsó bolynak a küzdelmeibe, hanem tudtam menni az 1-4-esek után. Sajnos ez most így jött ki, nem baj, ennek ellenére megnyertem a versenyt. Ha lett volna még egy kör, akkor nem biztos, hogy ilyen végeredményt tudok hozni. A Turbo Swiftek között ezúttal nem született magyar siker, a juniorok között a lengyel Maciej Banasnak, az FIA értékelésben pedig az osztrák Max Wimmernek szólt a himnusz. A második fordulóban szokás szerint fordított rajtrács szerint indultak a pilóták, de Bucsi Attilát ez sem állította meg, így ismét ünnepelhetett. Az első pár körben ott volt egy kis csaták, ugye most a fordított rajtrács miatt az utolsó előtti helyről rajtoltam, de igazából szerencsére megint sikerült kiautóznom egy ilyen biztonságosabb előnyt, és igazából onnantól fogva már csak be kellett hoznom az autót szerintem. A 16 év felettiek végeredményében sem volt változás az 1-6-os Swiftek között. A mezőny végéről rajtoltam, hiszen ugye megnyertem az első versenyt, így számítottam rá, hogy nehezebb dolgom lesz ezen a versenyen, hiszen át kellett mennem az egész 1-6-os bolyon. Számítottam is rá, hogy lesznek előttem kisebb-nagyobb koccanások, ez így is történt, és nem szeretek így harmadik félnek beszállni ezekbe a csatákba, hiszen nem tudom, hogy tudnak-e még rám koncentrálni, hogy jövök hátulról. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkit, akit megelőztem, kellett minimum egy vagy két kör, hogy át tudjak menni rajtuk. És a végére már sajnos kialakult a Bucsi Attila és köztem egy olyan távolság, amit nem tudtam ledolgozni, hiszen egyforma köröket mentünk utána. Gyakorlatilag 4-5 körön keresztül ugyanezt a távolságot tartva autóztam az Attila mögött, úgyhogy a többieket ezt sikerült lehagyni. A turbós kategóriában a juniorok között ezúttal az egyre jobb eredményeket hozó Szomszéd Lajos volt a gyorsabb. Rengeteget csatáztam, nagyon benne voltam a mezőn közepébe, ugye onnan is rajtoltam elég a sűrűjéből. A rajtom úgy egész jól sikerült, utána viszont sikerült följönnöm negyedik helyre. Elég kemény csaták voltak, de egyébként elvesztem, jó volt. Az abszolút győzelmet ismét az osztrákok szerezték meg, de Tim Gábor már egy futammal a vége előtt bebiztosította az újabb bajnoki címét. Igazából jól kaptam el a rajtot, és viszonylag gyorsan át tudtam menni a mezőnyön. Nagyon korrekt volt mindenki, úgyhogy köszönöm nekik. Viszonylag egész évben nagyon jó csaták voltak leszámítva ezt a múltkori Szlovákia ringes történetet, de úgy gondolom, hogy ez egy megkoronázása az idei évnek. Úgyhogy ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített, hogy itt legyek, meg hogy egész évben tudjak indulni. 4 év után tértünk vissza a pályaversenyzéshez, és egyből egy bajnoki címet tudunk ünnepelni. Ez úgy gondolom, hogy ettől többet nem kívánhat egyik versenyző sem. Vasárnapra megmutatta borongósabb arcát az ősz, így mindenki felszerelte az idén már több alkalommal előkerült esőgumikat. A mezőny a biztonsági autó mögött rajtolt el, és csak néhány kör megtétele után kezdődhetett meg a küzdelem. Bucsi Attila most sem talált legyőzőre, és a hétvégén másodszor is megszerezte az abszolút győzelmet is az 1-6-osok között. Mögötte Lengyel Ádám ért be, akinek a tempója ezúttal is olyan jó volt, hogy még egy kis hiba is belefért. 2. kanyarba már az elsőjén érkeztem, pont az 1-esbe előztem meg az Alex Sófkát.
Így átvettem a vezetést, mert a kettes kanyarba egyszer csak nem állt meg az autó, pedig ugyanott vettem a féktávot, én elgondolásom szerint ahol addig. Így az autó hátuljával majdnem megérkeztem a falba, a kettes kanyar gumifalába, de sikerült időben egyes szúrni az autónak, és hátrafele, ahogy érkeztem, megforgattam az első kerekeket, és így pont megállt a fal előtt az autó. Úgyhogy utánuk mentem, így még sikerült a végére még visszajönnöm egy nagyjából 3 kör alatt a második helyre. Azt gondolom, hogyha van még egy kör, megvolt a tempom ahhoz, hogy most megfogjam az Atit. Ati most konstansabban ment, mint én. Nagyon gratulálok neki, nagyon jó tempója van. Úgyhogy remélem, hogy jövőre még találkozok vele a pályán. Nagyon élveztem ezt a szezont, jó volt újra az 1.6-ossal menni. Meglátjuk, hogy jövőre mik az utak. Az abszolút győzelmet a lengyel junior versenyző Maciej Banás szerezte meg a harmadik futamon, mögötte pedig Tim Gábor ért be. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Szomszéd Lajos állhatott, aki juniorban a második helyen végzett. Ismét sikerült egy harmadik helyet összeszednem összetettbe. Nagyon izgalmas verseny volt, én negyedik helyről indultam. Rajt után igazából mindenki megtartotta a pozícióját, még mindenki ismerkedett így az esős pályával, mert én például még nem mentem itt esőbe ezzel az autóval, de egy 2-3 kör után sikerült ráéreznem. Ugye végig a külső íveket használtam, az nagyon tapadt, aztán nagy csaták árán föl tudtam jönni a harmadik helyre. Volt egy-két kisebb kontaktom, de hát ez belefér. Nagyon élveztem, nagyon jó év volt, rengeteget tanultam. Ugye az első verseny még Salzburgban még azért harcoltunk, hogy egy-két pontot össze tudjak szedni, vagy pontszerző helyen végezzek most meg. Stabilan ott tudok menni a negyedik, ötödik helyen, szóval nagyon boldog vagyok.